No, hát sziasztok! Üdv mindenkinek! Szia Szabi! Szia Lénárd! Szia Zoli! No, tehát üdv akkor még egyszer mindenkinek! Ugye ez a GTA végigjátszásunknak a második része. Onnan folytatjuk, ahol múltkor abba hagytuk, olyan 5% körül valahogy. Úgyhogy innen megy a játék tovább. Valami kis gengszterfőnök ott meglapogatott minket, meg valakinek telefonáltunk is. Azt hiszem Franklinnek, nem. Megnézzük ezt ki. Ki ez a kérdő, azt hiszem Lance-nek talán. Na mi a helyzet, mi a helyzet? Hát, sok helyzet van. Az a helyzet, hogy készülgetnek, épülgetnek itt a dolgok. Utána néztem ennek a Moobot, vagy Nightbot, vagy mi a tököm ez, dolognak. Úgyhogy elvileg hétvégén megpróbálom be üzemelni ezt a Nightbot cuccost, és akkor, ha minden igaz, akkor le fogja nekünk bonyolítani a jövő heti nyereményjátékot is, meg ilyen okosságokat ír ki majd chatre, hogy ha tetszik, iratkozzatok föl, meg ha tetszik, nyomjatok egy lájkot, meg van Facebook oldalunk is, stb. Stb. Úgyhogy egy nagyon picivel interaktívabb lesz a chat. Majd csapatja itt nekünk a hülye szövegeket, úgyhogy elvileg itt hova kéne menni. Elvileg ezt nézegettem most, de azért még kell egy pici idő, hogy be is tudjam üzemelni. No, itt hova kell? Lent lehet ez valahol. Lehet, én vagyok béna, de én nem látok semmit itt. Szia, Molden fan! Na, már vagyunk egy csomóan a cseten. Fasza. Most én lehet, hogy itt vak vagyok, de én nem látok senkit, akivel lehetne. Beszélni, vagy bármit is csinálni. Gyorsan leugunk. De úgy emlékszem, múltkor pedig már... Az igen. Na jó van, akkor haver. Na jó, ez elég volt. Mindegy, akkor menjünk Franklinhez. Úgy emlékeztem, hogy Lance... Már megvan. Jó szar helyre álltunk, mert nem tudunk beszállni a kocsiba. Na végre. Ez ott az L betű. Jó van, béna vagyok. Kicsit szétszórt vagyok. Ott van. Jó van. Csak jól emlékeztem, hogy Lance már felbukkant. Mindjárt megyünk hozzá, azt ad jó kis melókat. Na, úgyhogy holnap délután elvileg ugye 6-tól fogunk GTA multizni. Délelőtt lesz egy kis 10-szer egy kis farming szimulátor, és akkor este majd fölmegyünk GTA online-ra, és akkor lehet fölvenni friendnek, meg lehet csinálunk egy klánt is, vagy mi van itt, crew-ot. Aztán mehetünk gangsterkedni majd együtt. Nem tudom, hogy kinek van meg a GTA 5 eredetiben, de minél többen leszünk, annál jobb. Mi ez az a, ne spammeld a chatet. A.
Mindjárt odaérünk. Hiszen valamilyen hídnak a lábánál lesz ez a csávó, vagy valami ilyesmi. Hogy először le... Ja nem, először a házához jövünk. Szia, Dani! Na, mászunk be hozzá. Na. Van most két modi is a csatornán, úgyhogy egyelőre nincsen többre szükség, de köszi azért. I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. Köszi szépen a lájkot. I guess. Look, Lester, about what happened before. I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos on a shrimp. Jó kis új melót kapunk, remélem. Well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag and dress yourself up like a billionaire math genius. Low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Yeah, kicsit belelógunk a szövegbe, de hát mindegy. Akkor meg a minimabba fogunk belelógni. I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Na, a táskát kell elvinnünk. Please excuse me. I've got some. Nincs is olyan messze, mindjárt ott leszünk pikpak. Holnap reggel 10-től olyan délig lesz körülbelül live, akkor Farming Simulator lesz, és este 6-tól 8-ig lesz GTA 5 online, akkor meg együtt tudunk majd játszani, úgyhogy... De egyébként általában így szokott lenni, tehát hétvégén van 10-től délig, ugye egy reggeli stream, meg este egy 6-tól 8-ig egy esti stream, szombat is, meg vasárnap is, hétköznap meg ugye hát 6-tól 8-ig a átlagos időben. Egyelőre most ez így eléggé bejövős úgymond, mert
így most ráérek mindig, úgyhogy ez így fix időpontnak tűnik egyelőre. Aztán lehet, hogy később majd változik, nem tudom, de... De most ez így pont megfelelő, úgyhogy... Na, itt vagyunk mindjárt. Ez a táska nem nagyon illik hozzánk, de hát... Ah, excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Geeky. Job in the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? All right. Na, vegyünk valamit. Tök mindegy legyen ez. Na most mi van? Automentet mindegy, na valamit még a gatyát. Gyönyörű, nagyon szép. Dignity aside, I think that na, meg is van a ruha. Good luck at the interview. Bye. Mehetünk a nem tudom hova. Meg Lester is beszélünk. I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Na, az hova? Ja, oda a parkolóba. Na, menjünk oda már gyalog. Ezek úgy néznek ki, mint én. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features. Especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh my, you know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. I'd like to take this one out of the database, if you know what I mean. Na, kövessük a csávót. Szóval persze, hogy a legegyszerűbb lenne mindenkit jó szitává lőni, de hát... Mondjuk kicsit... Az álcánk oda lenne. Milyen full high-tech munkahely, mi? Fasza.
Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Úgy ha tudnánk mi. Ennyi. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start him early, bro. You write your best stuff. Na, de meg. Scanning. Csináljuk a gépet mindjárt. You want a massage? Cause my hands are free. Nagyon jó. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. You should have let me in, dude. Na, megyünk a prototípushoz. Simán ott hagyjuk a táskát, meg hát ugye nincsenek kamerák, meg semmi az épületben, úgyhogy szokásos. Egyre nem futunk, mert legyen sima séta, nehogy felkeltsük valakinek az érdeklődését. Júga zóna, Müller zóna, csak a szobák. Na pucoljunk innen. Things in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry. Phone is rigged. And what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Na, hazamegyünk a tévén megnézni, mi a helyzet. Jó kis kecónk van, nem olyan szar. Now it's just superheroes, romantic comedies and remakes, none of which interest me. Hey. I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. No. Oh my god, you guys are so lame! No, I'm watching Fame or Shame! A fucking tits! Give it up! Hey. Na, elvileg a szemesz kell nekünk, Jay Norris. Hey. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Ja, megcsörgetjük a csávót. Domain and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary. Today, right here, we're about to make the next step. No. Most sem elővetni azt a telefont. Na, ott van.
Jay Norris. Non è Isaac. Ennyi. Kicsit felrobbantottuk a csávót. Na, munka kész, valami, semmi. Na végre, zsír. Na jó, azért valami más ruhát vegyünk föl, mert ez nem túl gangsteres. Lester, that was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah. Szia, Mater. Hát egyelőre nem sokról. 20 perce megy a live kb. Most kezdtük el a küldetéseket folytatni. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. Mindjárt töltözünk. Na. Ez jó is lesz. Ez már gangsteresebb, mint a rövid nadrág. Na hát akkor menjünk vissza Lesterhez. Ezt folytassuk a küldetéseket. Biztos ad valami jobb melót, mert ez a telefonos robbantás nem volt egy nagy szám. Gyorsan csapunk hozzá egy GPS-t. Igen, van, Nintendo Wii U konzolom van. Arra van ilyen, nem is tudom mi az, van Super Mario-s cuccok, meg Donkey Kong, meg ilyesmi. Azokat ilyen régi NES időkből szeretem, úgyhogy azért lett az megvéve. A legtöbb játék ilyen Xboxon, meg PlayStation 4-en van PC-n is szinte, tehát nem. Szerintem annyit most nem ér meg külön. Igen, holnap is lesz live. Dél... Persze, gyere nekem, bazd meg. Reggel lesz 10-től délig a Farming Simulator 2017, este meg 6-tól 8-ig holnap fogunk GTA 5 online-ozni, úgyhogy majd gyertek, ha van GTA 5-ötök, és akkor csapatjuk együtt. Ja, meg ugye, mivel hát elértük a 100 feliratkozót, így most már lesz majd nyereményjáték is, vasárnap indul, majd arról is mondok infókat, egy rásztot lehet majd nyerni, jövő hét vasárnap. Úgyhogy... Úgyhogy lesz nyereményjáték is majd. Amúgy, ha tetszik, nyomjatok egy... Ha tetszik a videó, nyomjatok egy lájkot. Ha pedig még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és akkor egyből látni fogjátok, hogyha streamelünk. Köszönöm szépen! Én is örülök neki. Na, ez az a kis híd melletti bázis, ami Lesternek van. Help Amanda? Nem, most nem érdekel Amanda. Nem is figyeltem, közben tartja a telefont. Na, hol ez a Lester gyerek? Na hát, nem itt kéne neki lenni? Pedig ide írja. Hát lassan most már 4 hete, 3 és fél hete
videózok, úgyhogy és lassan egy hónapja. Na hol van Lester? Úgyhogy ez a 3-4 hét alatt jött össze a 100 feliratkozó, úgyhogy most ez mi van, nem akar itt velünk tárgyalni? Mindegy, ha nem tudunk Lesterrel tárgyalni, akkor megyünk Franklinhez. Igen, mondjuk ez a, hogy így nem teljesen lineáris az egész, hogy elmész A-ból B-be, onnan meg B-ből C-be. Úgyhogy most kicsit tovább tart a végijátszás, mert nem vágom pontosan, hogy egymás után hogy jönnek itt a küldetések, úgyhogy megyünk egyik pontról a másikra, aztán majd lesz valami. Még egyszer sem vittem végig, úgyhogy nem vágom az egészet. Reméljük Franklinnél kapunk valami új küldetést. Na, visszajövünk ide Franklinként, úgyhogy elvileg akkor kapunk küldit. Ah, hello, mi? Na, szerezzünk egy kocsit, aztán menjünk haza. Ez jó is lesz. Persze GPS még mindig kell, mert nem vágom a helyeket, úgyhogy ha már van a GPS, akkor használjuk. Így egyébként tényleg csomó idő elmegy ezzel a ide-oda utazgatással, meg küldetések keresgetésével. Na, nézzük, milyen küldi van itt most. But you know what, it's getting to be a bit much. I have no idea how you cope.
course I go. I'm a woman. Ain't that the truth? But girl, I done all that I can do. But you know how boys are. Wait a minute. Ooh, girl. Ooh, hey, how much further? We ain't even going 5 yards yet. Okay. I know, I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women, and we are free. Free in the patriarchy. We are women. Damn. F, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to... Hey, don't be talking shit about your auntie, man. Hát azért kezdtem videózni, mert ugye nagyon régóta játszok, olyan 25-30 éve. Néztem másokat is, akik videóznak. Aztán hát most úgy jött ki, hogy van időm is, meg ugye szeretek játszani, és azt hát mondom, akkor videózzunk, úgyhogy körülbelül ennyi végül is. Csinálunk jó kis végjátszásokat, meg egy-két tutoriát, meg ilyesmiket, aztán majd meglátjuk. Mondjuk azért persze legtöbb olyan játék lesz, amivel én is szeretek játszani. Na, én vezetek. Na, megint valami fekás lövöldözés lesz itt. Na, szállj be tesó, aztán indulunk. Kipörgetjük a kerekeket. Ennyi. Szia Danix, köszönöm szépen a feliratkozást, üdv a csatornán. Nem jön senki, az itt áll a csávó. Ez azért durva. Na jó, húzz innen. Kicsit gyorsan megyünk meg, nem túl szabályosan, de... De hát... Ez most nem... Erre elvezetés, úgyhogy bőven belefér. Csak nem nagyon akarom összetörni. Kocsinkat, de ha így folytatjuk, csak összefogjuk. Egyébként elég jó a fizika, meg úgy minden, azért könnyen vezethetők az autók. Azért játszottam már egy-két ilyen hasonló játékkal, ami elég furcsa volt. Az állandóan neki ment az ember mindennek, mert nem volt jó megcsinálva a fizika. Na, valahogy ide kell jönnünk. Természetesen be a sikátorba, hova máshova. Rendben, szia Kulkovics. Szia Super Gamer. Na, földobjuk a izét. Nagy bankrabló maszkot. De kemények vagyunk, azt a mindenit. Ennyi, azért egyből tudják, hogy kik vagyunk. Hát régen alapvetően inkább külföldieket néztem. Na, előkerült a Stukker, meg az egykerék is. Na, jó lesz megint motoros üldözés. Hát régebben ilyen külföldieket néztem, ugye főleg Minecraftot, mert ugye meg kellett tanulni azt a sok modot, amit használtak, meg én is használni akartam, úgyhogy kellett sok tutoriát nézni, meg ilyesmit. Aztán közben volt egy-két magyar is, most régebben inkább Twitch-et néztem, de most már YouTube-on is nagyon sokan vannak. Na, neki megyünk, az jó lesz? Aha, maximum a kocsinak, jó, elhúzott.
Igen, szerencsére. Szerencsére jött egy pár feliratkozó, remélem még jön is majd. Amik azért kis busszal egy motorost követni nem a legegyszerűbb feladat. Kult, hát a kult azt úgy kell mondani, hát ha csak tévét nézel, kult tévé, ott is kult tévének mondják, tehát az nem szól, vagy nem is tudom, hogy. És azon gondolkozok, hogy rá tudunk lőni erre a pöcsre, vagy? Jó lenne nem elveszíteni, mert szerintem kezdhetjük előről. Lehet, hogy kevesebbet kéne közül beszélnem, és inkább odafigyelni. Na! Jó van, összetörte magát. Na mi a kutya kell? Ennyi, a kutyával elkaphatjuk. Á, nem működik a motor. Milyen jó lett volna gyorsan motorra utána menni. Az igen. Jó, hát ez... Na most... most visszaváltottunk a csávóra. Nem voltam még Playten, de majd akarok menni. Persze, hát... igazság szerint még semmilyen ilyen... rendezvényen nem voltam, de majd akarok kimenni. Csak még... nem tudom, hogy mikor. Majd... majd valamikor. Közeljövőben. Na, azokat nem. Na, egy másik kutya. Nagyon fasza. Remek. Így kell gangstert üldözni, közben a kutyánk elmegy jobbra-balra, bazd meg. Egyébként mostában elég sok ilyen play-it, meg ilyen, ilyen játékos rendezvények vannak, úgyhogy... úgyhogy majd valamelyiket kinézem, aztán... valószínűleg én is ki fogok menni valamelyikre. Kíváncsi vagyok, hogy... egy az, hogy... na ott van. Hát és hogy kik vannak kint, ugye meg... ugye kikkel lehet találkozni, meg hát mik vannak kint magukon a rendezvényeken. Na végre, csak megvan. Shut the
Hát a Pécsi plate az kicsit nekem messze van, mert ugye én Pest mellett lakok, úgyhogy azért olyan messzire nem fogok elmenni, tehát ha valamelyik is szóba jön, akkor itt a Pest környéki vagy plate, vagy valami, úgyhogy ilyen Pécs, meg Debrecen, meg ilyesmi, az nekem nagyon kiesik, úgyhogy ez nagyon messze van, oda nem tudok igazán elmenni. Hát Szeged. Szeged is jó messze van. Ezek mind tök messze vannak, úgyhogy ezek mind kiesnek nekem. Ugye hát Debrecen, Szeged, meg Pécs, meg ilyenek. Nem tudom, még hol szokott lenni. Nem is tudom, hány naposak. Nem tudom, hogy hogy lehet kimenni majd. Április 29-én volt. Na hát... valahogy úgy akkor kezdtünk el streamelni, vagy előtte egy kicsit, úgyhogy még nem... nem volt ez annyira aktuális. De már gondolkoztam rajta régebben is, hogy ki kellene menni, mert tényleg körülnézni. Igen, van. Van kocsim, úgyhogy mégis ez nem probléma. Végül is, ha eljutni, el tudnék jutni Szegedre, meg Pécsre, meg ilyen helyekre is, de hát ugye azért az sok pénzbe kerülne, úgyhogy inkább a közelebbi rendezvények jönnek szóba. Na, egyébként már 3-4 órája megy a stream. Na, ez a küld is kész. Szia Zoltán, üdv megint itt, örülök, hogy visszajöttél. Június 11-én lesz Szegeden. Na, nézzük egy térképet. Az a baj, hogy Leicester ott nekem az, most nem tudom, megint oda megyek, az megint nem ad semmit. Inkább menjünk haza, hát ha van még itt küldetés. Aztán majd megint váltani kell Franklinre, vagy nem tudom, hogy kapjuk ott a Leicesternél a küldetéseket. Meg hát ugye még a harmadik karakter is majd bejön a történetbe valahogy. Ott csúszik balra a kocsi. Na. Még régen egyébként, vagy nem is tudom, 15 éve, vagy nem is tudom. Még ilyen... ott a Expo-n, vagy hol volt ilyen számítógépes kiállítás, nem is tudom, voltak pár játékgépek, meg ilyen Need for Speed 2-vel, vagy 3-mal lehetett játszani, mit tudom, de hát ez nagyon régen volt már, vagy 15 éve. Úgyhogy egy olyanon voltam kint, azt ott nézelődtünk jobbra-balra, de... körülbelül az volt az első és utolsó, úgyhogy jó régen volt. Lemerült a telója. Na hát, fel kell rakni töltőre, vagy ilyesmi. Még sokan egyébként most ebben tényleg ilyen telefon, meg tablet, meg tévéről nyomják a netet. Egyre kevesebben számítógépeznek aztán. El vannak telóval is, meg tablettel is. Még nekem is van mind a kettő, de azért inkább a PC-re esküszöm, ugye. Bár azért tablettel is el lehet lenni. Azért most már a mobilnetek is elég faszányosak, úgyhogy ha elmész ide vagy oda, azért már lehet mindenhol netezni, úgyhogy ez elég jó cucc.
definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Na, mindjárt összeverekszünk. Little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? Alright. Alright, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you. Fuck you, man. Come on, man. Cool out, fuck, chill, man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves too, man. But part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive what? Dude, lazán nyomják a szöveget. Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Oh, a business. Act like girl. Shit, not me. Oh, beülünk a tuti verdába. Elmegyünk ammunitionbe, veszünk fegyút. Na, hát, mert a bizniszhez az kell, ugye? Értelemszerűen. Hát ez nem a mi kocsink, úgyhogy leszarom, ha összetörjük. Csapassuk neki gyorsan. Ja, hát igen, ez... Az nem túl jó. Mostanában olyan viharok vannak, hogy... Becsap a villám a környékre, az simán leég a gép, úgyhogy vigyázni kell. Igen, ez ilyen tartaléknak is jó, hogyha az embernek van egy telója vagy egy tabletja, mert ha ugye tönkre megy a gép, akkor legalább netezni tud meg alapvető dolgokat elintézni, meg csinálni, úgyhogy... Mondjuk streamelni nem fogunk telóról meg tabletről, de az már egy más kérdés. Meg én ezeket szeretem, például a Hearthstone ugye az megy PC-n is, meg tableten is, telefonon is. Ezek tök jó dolgok, amik így ugye multiplatformosak. Például Steam is van ugye telóra, meg tabletre, vagyis hát Androidra. Meg még egy pár dolog, úgyhogy elég fasza. Na itt mit? Buy a flashlight mod for the pump shotgun. Na, nem? Nem? Nekünk kell egy shotgun, de nem az a másik irányba, hol van a shotgun. Itt van pump shotgun. És erre kell nekünk flashlight, 1500 dolcsink van, úgyhogy... Na, ez megvan. Go to the meeting. Na. Megyünk a szemét feldolgozóhoz. Most már legalább shotgununk is van, igaz, hogy nem túl sok történjel, de... Az abban nincsen lóvink. Ezer dolcsink van, az lószar. De majd talán ebből a melóból meg gazdagszunk. Now see, that's that negative attitude Lamar was telling me about, nigga. You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my hun, nigga. After his bid, it probably need tightening up. This ain't new age shit. It's fact. You get what you give, fool. You've been getting dick, but you ain't giving it, huh? So, Pest mellett lakok. Kisebb városban. Úgyhogy emiatt ugye a pesti dolgok jönnek inkább szóba nekem. Nagy balra. Ezt menjünk hátra. Úgy parkoljuk le a kocsit, hogy gyorsan menekülőre tudjuk fogni, hát ha nem jósul el a balhé. Na, a fegyver a kézbe. Aztán nézzük, mi van itt. Mondjuk, nem is tudom, vele vettünk. Ja, vele vettünk golyóálló mellényt, úgyhogy van egy kis armorunk.
got that shit, nigga, with a paper at. Nigga, I'm talking about Buku bills. Lamar Davis. Ez volt a ball, Hank. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. You don't real recognize real. D, my nigga, just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, this ain't about you, man. What? You know these niggas dumb. Yo, what the fuck this trick talking about, man? Yeah. Somebody see? On us? They put a nigga on TV, man, about some gang intervention shit. Nah. The police, dog, this some ballers bullshit. Nigga, that's some bullshit. Megjöttek a többi fekák. Az igen. Ennyi. De ez nem sokat szarozott. Na, egy kicsit azért fedezéket is keresünk, mert szitává lőnek minket. Az igen. Nigga, get down or lay down. You going first next time, no fool. Shit, nigga, then we all be dead. Not me, nigga. You about to have a bunch of dead homies. You gonna get chipped, though, bitch ass baller. Man, I deserve to get chipped. Man, clap me, fool. Fire him up. Ez itt jó sokan vannak. Nekünk meg nem túl sok történjünk van. Na, hányan lehetnek még? Hú, de jó mellé jöttem. Nem tudom, nektől fegyvert föl lehet venni vajon? Föl. Nagyon jó. Jó, kettőből kétszer már lőttem. Az igen. Nagyon fasza. Le is lőttek. Hát nem így kellett volna kirásolni. Na nézzük, honnan kezdünk újra. Remélem nem a legelejéről. Jól van, nagyon jó. Az igen, megint. Ezzel lehet, hogy kicsit gondunk lesz. Elég bénák vagyunk. Na most kicsit jobban megy. Na, törzs már újra. Na már csak ott egy, jel, végre, találd el! Csak mellélőünk. Azaz. Ó, itt van. Első segély, jó van. Jó sokáig tölt ez a shotgun. Most ez mi van? Mi nem megy?
Watch that shit, fool. We almost there. Attempting to exit the area. We almost out of here. We get over this and we good, homie. We almost out this shit. Move. A beer would be good for that kid. Come on, man. We gotta cool this shit off. Tear it off, homie. Move. Move, bitch. Na, van kocsi, nagyon jó. Most már csak a zsaruk elő kéne elpucolni. Az igen, kösz, haver. Erre kilőnek, nagyon jó. Na nézzük, honnan kezdjük újra. Na most már csak el kell kerülni a zsarukat. Még nem tudom mennyi ideig. Itt megállunk itt. Reméljük, de bassza meg erre kanyarodnak. Ez kurva jó, bassza meg. Mondjuk ezt a típusú üldözést rüheltem mindig is, hogy körbevesznek izéval minden irányból ugye a zsaruk, és akkor úgy lát basszák, ahogy hívják ott azt a hülye kis kereső fényüket, hogy alig tud őket kikerülni. Na és akkor ez is ott megfordul a utca közepén, mert ő úgy gondolta, hogy neki erre meg kell fordulnia. Tehát a hatodik érzéke a Mr. Rendőrnek. És nem tudom, ez Franklinnek valami képessége, hogy lerázza a zsarukat, de hát... Na most egy helikopter is van, nagyon fasza. Na, még mindig nem akarnak leesni. Jó lenne már. Na most közel-távol nincs rendőr, úgyhogy... Jó lenne, ha leesnének. Na végre, zsír. Csak sikerült megcsinálni. Rendben, szia Zoltán. Something with the ballers, shit. I don't care if you CGF for life, man. You done. Done, you dig? Actually, we ain't CGF for life, cause all that means is we giving you money for nothing. We got our own shit now, homie. Foreign gangsters. Oh, no, no, he don't mean that, Lo. F just talking outside his neck. I'ma reach cross lines, alright? Conversate with the purple homie. Here we are, man. You gonna hang with your auntie while the men break it off. Na, sikerült a küldi. Mindjárt mentünk egyet, megnézzük, hogy mennyi százaléknál járunk. Na. Sikerült a küldetés, nagyon fasza. Az a kérdés, hogy hol van az ágyam.
itt nem. Na, ez az. Nem. Vagy lehet, hogy csak a nagy csávónál lehet menteni? Még itt kint a garázsban is lehet elvileg, vagy mi? Gyalog, nem? Kocsival semmi van. Na jó, váltsunk át. Másik karakterre. Na, itt ülünk a kocsiban, szenvedünk, mi van. Mentsünk ezzel a karival, hát ha működik, Franklinnel. Na, valami küldetés van, vagy csak... Vagy csak alszunk egyet? Ja, alszunk. Meg chipset zabálunk, a legjobb. Jó kis hagymás, tejfölös chips, vagy ketchupos. Watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Ennyi. Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah. No. I just... Igen. Nem. Eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. Just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine. Let's go on a fucking bike ride. Fuck me. A bike ride on. Okay, Dad. I got just the thing to show you. This day was going so well until you showed up. You know that? Lekocsikázunk a partra, kicsit biciklizni. Yeah, you're lucky to even be allowed out of the house after that boat start. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. I'm going gray listening to this crap. Majdnem elkapott. A táblákért nem kár, úgyhogy az egy probléma. Kicsit azért keresztbe álltunk. Így az elég gyorsan tudunk menni, annélkül, hogy összetörnénk. Hey, I never said you had learning difficulties, Jim.
Na, ott a végére kell állni, nagyon jó. You had problems relating to people. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of like force of habit. I could really use a vacation. Na, gyerünk, rövid gatya meg papucs, megyünk egyet bringázni. Csű, csodás bringák, inkább legyen a legutcsó. Annyi legalább van $7,000, az is valami. Nem olyan fiunk lemaradt. It's not the winning, James. It's the taking part that counts. És jó kérdés, hogy legyőzik-e a fiunkat, hogy jöjjünk a kemények, hogy hagyjuk nyerni, hogy egy kicsit azért hagy örüljön magának. Ez a rész jó itt nagyon a tengerparton. Most a régi Tony Hawk-ba is volt egy ilyen rész, ahol lehetett gördeszkázni. Tony Hawk 1-be vagy 2-be, nem is tudom, vagy 3-ba. Catch up. Imagine I'm a big juicy burger. Oh, I'm about to pass out. When I wake up, please let this nightmare be over. Mennyi gyalogos van itt. Ugye, hogy basszuk őket. My body isn't meant to work like this, but I'm making it to beat you. Come on, Jim. Keep pushing. Na, hol ez a gyerek lemaradt teljesen? Na, várjuk be a srácot, nehogy az legyen, hogy nem hagytuk nyerni. Don't they have fitness video games you can play now? Lie down, old man! Don't give up, even though you're losing. This hurts so, so much, but I don't care! It's not the winning, James. It's the taking part. Gyere, teker, Matte. Nem is tud megelőzni, vagy... Na, menjél már! Nem akar. Jó, hát akkor... Így járt. Na. Letekertünk egy... Jó hosszú távot. Papucsban megy rövid gatyába. Giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometimes? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs? This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Ah! Dad, wait! Most mehetünk a lányunkért.
Na. Jó ment az úszás, egyből megfulladtunk. Na jó, most már vágom. Na, így most van egy rendesen az úszás. Először nem tudtam, hogy kell csinálni. Na, megjöttünk a lányunkért a kis jaktra. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, ain't Daddy. Cool, man. What are you doing? Hey. Ah, man. Come. I like him. You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Talk to the seat of my fucking boat. Oh, motherfucker. Get on! Now! I'm about to skin you alive! God damn it! Go! Na, ezt most hogy kell vezetni? OMG! They're coming! Go into that outlet! If you say so, Trace! Nekik szarra is lőnek. Fától falig megyünk. Oh. Hát igen. Amikor átrenéztem, addig neki mentünk a mólónak, vagy mi az. Na, volt wave point? Nem, elejétől fasza. Hát igen, mondjuk erről is nehéz lehet egy ilyet vezetni. Megpróbálunk jobban odafigyelni, nem neki lenni mindennek. Na, hát hogy lehagyjuk őket? Na, fasza. Na, most már csak vissza kell menni. Nagyon jól néznek ki a hullámok.
Na, meg is jöttünk. He's the fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Csupa móka szülőnek lenni. Na, ez a küldetés is kész van. Na, kis meló után egy fasz a szivar. Bele a tengerbe. És itt vagyunk jármű nélkül, marha jó, papucsba. Hát az a helyzet, hogy megfújjuk ezt a bringát. Bicikli tolvajok leszünk. Aztán szerzek valami verdát, mert... Hoppá. 5 rúlt levontak az akkultunkról. Ha mindegy, hát... A feleség elvitte. Mindegy, szerezünk valami... kocsit. Yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, no, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team. Hát azért Mustangnak néz ki, az jó lesz. Azért bebasszuk a szélvédőt. My shares ain't worth dick. Szia, Barabás! Mi a helyzet? I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Nem erre. Na jó, menjünk most Lesterhez, megnézzük, hogy hát ha ad valami melót. Gyorsan bepipáljuk. Így van. Na, szágúzózzunk oda aztán. Na most ugye megcsináltunk a Franklinnel azt hiszem talán 2 vagy 3 melót is. Most ezzel is csináltunk, úgyhogy lehet, hogy Lesternél megint lesz valami újdonság. Jó lenne, ha adna valami munkát. Na csak azért is, mert például most égtünk le éppen az előbbi pillanatban, ugye 5 rúgóval kevesebb lóvénk lett. Megint csórók vagyunk. Szépen leváljuk az utat, és mindjárt ott is vagyunk. És persze nem törjük össze a szép kis Mustangunkat. Vannak itt még egyébként ilyen kérdőjelek, nem tudom, hogy is olyan küldiket adnak, gondolom igen. Majd későbbiekben azt megnézzük, bár egyelőre a főszára próbálok koncentrálni. De lehet, hogy Lester megint nem lesz itt. Na végre. Most már itt van. Na, még nem akar adni semmit. Ez nem nyílik. Ja, azt mondja, hogy öltözzünk át, és akkor indulhat a meló. Nem tudom, itt lehet. Nem. We're not casing
a joint with you looking like that. Na akkor el kell mennünk egy... Hát mindegy, akkor haza kell mennünk átöltözni. Most más hirtelen nem tudok. Az abban kéne keresni valami rohadt izét. Hogy hívják ott? Boltot, na itt valami. Bing bingo clothing. Azaz. Ó. Oh. Na, oda menjünk átöltözni, és akkor elvileg azt mondta, hogy lesz valami küldetés nekünk. Itt van Binko. Valami okos tojás ruhát kell fölvennünk, azt mondta. Na, hol tudunk valamit? Hát nem, golf cucc kell. Csak rövid gatya van, hát ez kurva jó. Sehol nincsen valami normális gatya, nem igaz. Na jó, nem szenvedek, hazamegyek átöltözni, mert ez valahogy nem működik. Szia, Szilárd! Üdv újra megint itt! Igen, tegnap Minecraftoztunk, most meg GTA végijátszás van. Most játszom végig először, úgyhogy kicsit bénázgatok itt. Holnap reggel meg farming szimulátorozni fogunk, 10-től délig. Azaz elvittük a tűzcsapot. Hey, where'd you get that antique plaid shirt? None of your business. Where'd you get that hand-pressed tofu? Nem mentünk volna a fiammal bringázni a tengerpartra, akkor normális suha lenne rajtam, azt tudnám csinálni ezt a hülye küldetést, de... Hát figyelj, igazság szerint mindenkinek más tetszik, úgyhogy most azért is játszunk többféle játékkal, ugye, hogy mindenki megtalálsa azt, ami tetszik neki, de hát persze azért mindenkinek én sem tudok megfelelni, úgyhogy gyorsan öltözzünk át. Hey, Big Daddy's home, as if anyone gives a shit.
Na végre. Saját ruha tárom. Na. Így most már normálisan nézünk ki. Ha jó, hát figyelj, ráérsz, akkor szeretnél, jössz, nézel, és akkor közben tudunk dumálni is, úgyhogy... Én mindenkinek örülök, aki néz, úgyhogy... Nincsen ezzel gond. Ráérsz, akkor jössz, és akkor nézel. Na, akkor vissza Lesterhez. Most már nagyon remélem, hogy megfelel neki az öltözékem, nem fog szarakodni. Nagyon jó. Hát nem vagyok egy Schumacher most. Hát figyelj, mindannyiunknak van dolga, úgyhogy ezért én is csak 10-től délig tudok holnap délelőtt streamelni, meg este is csak 6-tól 8-ig. De hát minél többet próbálok. Nem feltétlen, mások is itt vannak, csak nem mindig beszélnek cseten. Mert vagy éppen afkolnak, vagy ehhez a témához nem tudnak hozzászólni, vagy ilyesmi, úgyhogy... Nem mindig pörög ám a cset. Na, egyébként már másfél órája streamelünk, úgyhogy még egy olyan kb. 20 percig tart a live ma. És még mindig nem jó neki. Hát Lester... Mi az a smart outfit? Okos tojásnak nézzek ki. Istenem. Hát ennek mondjuk kurvára nem örülök, ez egy baromság, hogy... Most ezt a kurva izét sem mutatja boltokat, mint az előbb. Na végre valamit nyomtam, nem tudom mit. Volt egy másik fajta ruhabolt is a nem tudom mi. De most mi? Á, Istenem. Szia, Dragon! Hát az a helyzet, hogy most van elég moderátor. Ja, a left control lehet váltani nézetet, jó van, csak azon van a TS is nekem. Na nézzük ezt a boltot, hát ha itt tudunk venni okos tojás ruhát. Van két moderátor a csatornán, úgyhogy egyelőre nem kell több. Szerencsére nem huncutkodnak az emberek, meg holnap, ha minden igaz, megpróbálom belőni ezt a Nightbotot, úgyhogy még az is segíteni fog, ugye írogatja majd csetre nekünk, hogy van Facebook oldalunk, meg lájkoljátok a videót, meg iratkozzatok fel a csatornára, úgyhogy azért az is nagy segítség lesz. Csak be kell majd konfigurálnom rendesen.
Na remélem ez egy jó bolt. De nem bassza meg, ez ugyanolyan szar, mint az előző volt. Csai is csak itt áll, de nem tud segíteni. Na jó, akkor nem ilyen bolt kell nekünk. Ez a discount szar, ez nem jó. Talán ez lesz az, ahol voltunk. Szerintem Szilárd már feliratkozott, én legalábbis úgy emlékszem. Bár persze, ugye nem... Nem minden... egyes emberre emlékszem, de talán mintha rá emlékeznék, hogy feliratkozott volna. De egyébként nagyon sokan... Ugye nem is nagyon írnak chatre, csak feliratkoznak és néznek. Oh. Igen, egyébként a nyereményjátékhoz is majd kell a publikus feliratkozás, tehát aki nem publikusan iratkozik fel, az nem tud részt venni a játékban. Nem tud rasztot nyerni majd. Ugye vasárnap indul majd a nyereményjátékunk, aztán lehet egy Steam kulcsot nyerni, egy rasztot. Na nézzük, ez a bolt, ez jó lesz nekünk. Na, ez meg ilyen öltönyös cucc. Az egyik a smart volt, de a másik az nem tudom mi volt, de mindjárt meglátjuk, hogy ez a ruha tetszik a csávónak. A nyeremény egy rust lesz, Steam kulcs. Aha, ez egy kicsit drága nekünk. Na jó, még ez a... Hát igen, de nincsen rá pénzem sajnos. Még ez az a... Ahol a okostojás ruhát vettem, talán itt még... Körbenézünk. Jó, most már egy ilyen... Kevesebb a alkatrész a kocsin, nincsen motorháztetünk. Köszönöm szépen, Dragon, én is örülök a feliratkozóknak. Igen, na itt vettük a okostojás ruhát végre. How did the interview go? What? Oh, yeah. That didn't work out so good. I don't think my air guitar was good enough. It must be awful having to beg for an entry level job at your age. I'd say you could get a job here, but they literally don't employ anyone over 25 and nobody overweight. Tök mindegy, csak valamilyen legyen, nem izgasz, hogy nézünk ki. Yeah, I got a son and a daughter. Not that much younger than you. It's them it's the hardest on. Our generation was promised so much. Right. Elvileg most már kóstolásnak nézünk ki, úgyhogy nagyon remélem, hogy vegyünk egy cipőt is hátha. Jó van, tökéletes. És elköltöttünk egy rakáspénzt. Hát figyelj, kezdésnek ugye olyan modi kell, aki nagyon sokat van itt. Meg hát ugye normális. De ha lesz még modi, akkor majd... Majd akkor úgy is szólok. De tényleg az a lényeg, hogy sokat legyünk itt, és akkor...
És akkor tényleg ugye lehet normálisan odafigyelni, hogy ne spammeljék a csetet, meg stb. Ne legyen csúnya beszéd egyéb dolgok, ne szígyük egymást, stb. De egyelőre a kettő bőven elég. Egyébként ezt nem értem, hogy mindig mindenhol minden csati, mindig mindenki, de tényleg kérdezgeti, hogy szia, lehetek modi. Tehát most ha ott vagy, nézed, mit tudom én, most nem se lesz sokkal több, ha modi vagy, mert érted. Na jó, hát ezt bazdmeg feladom. Mi az, hogy izé? De mi az, hogy bazdmeg izé? Hát cseréltem, itt van az okos tojás ruha, smart outfit. Mi a faszomat akar még? Komolyan mondom, bazdmeg. Jó, hát ezzel megy el ma a fél stream, hogy nem tudok izét fölvenni, smart outfitet, bazdmeg. És kezd fölbaszni. Na jó, most már hazamegyünk, aztán nem tudom, valami soha utána fogok olvasni, mert ez így kurvára nem jó, hogy az egy ötödjére mászkálok már ruhát venni, meg elköltöm összes pénzem, és nem ad ilyen egy hülye küldetést, hogy csak tényleg fölbasz. Ugye telibe basszuk a rendőrautót, azt akkor legalább üldözni fognak a zsaruk is. Persze, állj meg az út közepén, szállj ki a kocsiból, így van, ahogy kell. Mindjárt átmegy Rage videóba ez a GTA-zás. Ezt a kanyart elnéztem. Egy kicsit. Hát igen, lehet, hogy a holnapi multiplayer az egy kicsit jobb lesz ennél. Most ez elég unalmas, rohangálok itt össze-vissza. Már én is kezdem unni. Nagyon jó. Valahogy már a kocsi se akar 100%-osan funkcionálni. Nem is tudom, miért hiányzik a fele lassan. Visszafele másik autóval megyünk. Hey, Big Daddy's home, as if anyone gives a shit. Na. Tehát. Melyik az okos tojás? Szia, Szabi. Na jó, ennek utána olvasok a neten.
Fölvettük a Topaz Suite-ot. Nem fagytam ki meg semmi, csak a neten néztem meg, hogy melyik ruhát kell fölvenni, hogy adjon küldetés, mert most már hogy 5-ére vagy 6-ra rohangáltam vissza, mert egyik ruha sem volt jó neki, úgyhogy a kezdett szétbaszni az ideg. Na jó, menjünk most már saját kocsinkkal, a másikat leamortizáltuk. Srácok, még mindig nincsen modi osztás, tehát nem tudok adni modit senkinek. Úgyhogy ne is kérjetek most egy darabig, mert nincsen modi. Egyébként mondjátok már el, hogy mi a... Oké, most megteszlek mind a kettőtöknek modinak, akkor mivel lesz jobb vagy? Tehát... Egy modinak az kell ugye, hogy a feladata legyen, hogyha valaki olyan, hogy nem tartozik ide a csatornára, vagy elkezdik kiabálni, meg mindent csinálni, akkor rakjanak rendet, de hát most nincs rendet rakni való, meg stb. Tehát igazság szerint most így nem tudom mennyivel lesz jobb, hogy lesz 4-5 modi, semmi értelme. Ha lenne 50-100 néző, aki tényleg folyamatosan beszél, és akkor van benne olyan, akit ki kell rakni, vagy valami, akkor oké, de nem kell senkit most megregulázni, hál' Istennek, úgyhogy nagyon jó. Kizsestem a kocsiból. Mert biztonsági nem kell, ugye? Ajaj, majdnem meg is haltam, fasza. De ezek után se ad semmi küldetés Lester, akkor már ennyi volt, nem szenvedek tovább. Az így van, ez egy jó mondás. Szilárd, az igaz. Na nézzük. Oh! Végre megvan. 5-1-ére vagy 6-1-ára sikerült fölvenni a küldetést. Na. Depository, and they say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. No, when I met him, he was charming. So what do you think? Let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier. I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Na, mindjárt szerzünk crewt. Azt akkor nem egyedül kell gangsterkednünk. We're going to Little Portola. Most normálisan megyünk, nem vonjuk magunkra. Igen, van jelen modi. I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. But for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Well, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank.
bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Agent Dave Norton, white, middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident. The shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah, all right. Lester, I'm very impressed. Igen, ez egy jó kérdés, de jó válasz is lesz rá, úgyhogy... Na, ja igen, ez lesz az első meló. Egyébként tényleg annak született, mert a testvérem úgyhogy, és itt ő mellettem, úgyhogy azért ő a modi. Úgyhogy ha kell, akkor rendet tud rakni, úgyhogy nincs szükség most egyelőre több modira, mondom. Hey, beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. Úgyhogy ebből kifolyólag a modi kérdés most éppen nem aktuális, de ha lesz Nightbotunk, az majd szépen írni fogja, hogy jelenleg nincs modi felvétel. Ez is egy új üzenet, amit majd most így eszembe jutott, és akkor majd írkálni fogja nekünk, hogy nem, nincs modi felvétel. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around. Think about it. Come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Mikor lesz? Hát figyelj. Most mit mondjak, ha lesz állandó 20 nézünk, 30 nézünk, hát majd ha szükség lesz rá, egyelőre nincsen. Tehát mondom, én úgy gondolom a modinak az a feladata, hogy a csatornára figyeljen, és ennyi, ha probléma van, de jelenleg nincsen probléma, tehát drive us around the block. We gotta find a way up to the roof. Persze kell, akkor úgy is majd rekrújtolunk. Look, there. Some construction. Yeah, if they're gutting the place, I might be able to get to the roof. So you keep up with the old crew? Well, after your death slash disappearance, there wasn't much holding us together. I saw a ladder. Climb up it and see if you can get to the roof. Yeah. You see him at all? Na, fölmászunk a tetőre, megnézzük a ékszerészetnek a környékét. John Doe then, right? What do you think? OD, shootout, maybe just a car crash, right? Anonymous charred remains on the highway. They only knew what a sick puppy they had on their hands. Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? I've pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Get a shot from there. Of the unit above the
the jewel store. It's the walled-in one, so climb up and get a shot of it. I can't do anything with this. Can you get higher? Hova mászunk még följebb? Take one from a higher vantage point, please. The angle is wrong here. Hát ez szopat engem. Hova menjek még magasabbra? Az igen, jól lefejeltük a falat. Ja, hogy oda távolabb. Hogy neki ugrottunk. De legalább végre mutatta, hogy hova kell állni. Na vissza a kocsihoz. Na hát igen, azért hogy normálisan beszélgessünk egymással. De egyébként tényleg szerintem túl nagy. Túl nagy feneket kerítetek ennek a modi dolognak. Na, faszán felderítettük a terepet, jó, most már mehetünk. Here, take your glasses back. Let's go back to the garment factory. I called ahead and told him to start setting up the information. Ezután szerintem gyorsan haza zsalunk, elmentjük a játékot, és akkor egyelőre mára ennyi lesz, mert lassan lejár a 2 óránk, úgyhogy annál sokkal hosszabb videókat meg live-okat nem nagyon akarok csinálni. Egyébként azt sem tudom, hogy mikor ment a játék úgy igazán, szóval lehetne egy ilyen sima save game aztán annyi, de egyelőre ezt a ágyba mentést vágom csak. Nice to see the methods haven't changed. Well, we gotta figure out what we're doing somehow. All the crews, the rolls, prep work. Don't want to leave evidence behind on a hard drive. So yeah, the methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options, showing you all the angles, that's my area of professional expertise. Making decisions, that is your domain, my friend. Here.
And there's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your, famous way with people and four carbine rifles. We can't buy... Milyen faszán megtervezzük a rablást, minden egyes mozzanatot. Real awkward, but akkor hogy is csináljuk ugye az egészet? So one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will of course source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. Ja, Franklin már benne is van a bizniszben. How do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? Ah, csináljuk okosan. Okay. Select personnel with that in mind. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Eddie Toe. Now you can count on him to get you. Hát inkább olyanokat válaszunk, akik jól nyomják az ipart. So this guy shouldn't make much difference. Gus Moda. He's a pro. Not much else to say. Hacker. Back office, but this is the person who will determine how... Harris! Jó van. Hát, nagy százalékot adunk nekik, de legalább ügyesek a embereink, úgyhogy az is valami. Na, így jó lesz a meló. You'll need to pitch it to the guys. Whoa. What? My rep don't count for nothing no more. You're a dead man, Michael. I'll call you. Szia Zoltán, üdv újra itt. Na, végre fel tudtuk venni ezt a hülye izét. Kövi küldetést. Csáva azt mondta, hív majd minket, hogyha elkészült mindennel. Úgyhogy... addig szépen hazamegyünk. És elmentjük a játékot. Ugye múltkor 5% körül jártunk, úgyhogy az is olyan 2 óra volt körülbelül. Mondjuk most legalább fél órát elbasztunk azzal, hogy a ruha nem volt megfelelő rajtunk. Úgyhogy nem tudom, hogy hány százaléknál járhatunk, de majd meglátjuk a mentésnél. De legalább... Bazd meg. Jó van, csak telébe basztunk egy autót. Driving 60/100. No, valahol jön itt. Megyünk hazamenteni. Jó, rendben, jó étvágyat. Köszi szépen, hogy itt voltál, Szilárd. Igen, most csak csetet nézem, azt össze-vissza töröm a kocsit. Hát általában 6-tól 8-ig vagyunk, úgyhogy ilyenkor tudsz itt lenni. Rendben, köszönjük, hogy itt voltál, szia! Na közben itt kiírta nekünk a játék, ugye, hogy majd el kell lopnunk a rákcsálóírtós, vagy bogaras kocsit, úgyhogy majd először azt a melót meg kell csinálnunk, hogy legyen kocsink, amivel oda tudunk menni a ékszerüzlethez. Ez egy kis előkészületet igényel az a munka. Na, menjünk menteni.
Honey, I'm home. Na, ment is. Na, ezt átírjuk. 5,9 volt. És akkor megnézzük, hogy mi a helyzet most. 9,3. Hát nem túl sokat visztünk rajta. De mindegy. Na, srácok, hát egyelőre ennyi volt, majd legközelebb folytatjuk. Ugye holnap reggel 10-kor egy Farming Simulator live lesz, és este 6-tól pedig GTA 5 online-ozni fogunk együtt, úgyhogy akinek van GTA 5, az majd jöjjön, és akkor csapatunk valamit. Úgyhogy köszönöm szépen annak, aki ma itt volt és feliratkozott. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. És hát akkor holnap reggel találkozunk. Úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok. Holnap találkozunk. Sziasztok!